Egy helyi lakos a délutáni órákban Jászteleg belterületén közlekedett egy quaddal, amin egy személyt szállított. Haladása során a jármű jobb első kereke kiesett, és a gépjármű irányíthatatlanná vált. Az utas leugrott a járműről, ami ezt követően a sofőrrel együtt felborult. A rendőri ellenőrzés során a járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. Egy helyi lakos 2021. április 10-én a délutáni órákban Jászteleg belterületén közlekedett egy quaddal, amin egy utast szállított. Haladása során a jármű jobb első kereke kiesett, ezáltal irányíthatatlanná vált. Ezt észlelve az utas leugrott a járműről, ami ezt követően a sofőrrel együtt felborult. A rendőri ellenőrzés során a járművezetővel szemben alkalmazott alkoholszonda pozitív értéket mutatott. A baleset következtében a járművezető súlyos sérülést szenvedett. A Jászberényi Rendőrkapitányság járművezetés ittas állapotban vétség elkövetése miatt folytat eljárást. Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az ittas járművezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában. Az ittas járművezetők nem csak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik. A Jász-Nagykun Szolnok megyei rendőrfőkapitányság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vagy bódult állapotban közlekedő szabályszegő járművezetők forgalomból történő kiszűrésére.